azért látogattam el hozzátok, hogy megmutassam egy kicsit, illetve fényderítsek a tűzoltóság és a tűzoltóság életére. Nagy volt az izgalom a Győri Péterfi evangélikus óvodában, ugyanis a kicsik egyik legnagyobb kedvence a tűzoltó látogatott el hozzájuk. Ez azonban már egy hagyomány az intézményben, ugyanis Hatos Csaba tűzoltó őrnagy, az egyik ovis apukája, és itt talált egymásra a két fél. Nagyon fontos tudni azt, hogy a Hatos családdal immár 3 éves a kapcsolatunk. Hatos Csaba, édesapa, hozta hozzánk a kis fiacskáját a mi óvodánkba. Csaba egyébként a Győri Katasztrófa Védelemnél végez nagyon komoly szolgálatot. Innen datálódik a mi kapcsolatunk. Ő rögtön megérezte azt, hogy tud nekünk segíteni, mert mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy szoros kapcsolatban legyünk a szülőkkel, a családokkal, és legyen rálátásunk a különböző életterületükre. A tűzoltóság tűzoltónak lenni, az egy kisgyerek számára nagyon vonzó dolog, folytatta az óvodavezető, aki hozzátette. Nálunk a játék nagyon fontos és központi szerepet játszik, a szabad játék, erre épül a mi pedagógiai programunk, és ezek az élmények, ezek a tapasztalatok, amiket Csabától a gyerekek ellesnek, megkapnak, beépülnek a játékba, és hetekig sokszor visszatérően visszajön a tűzoltóság téma, és nagyon hálásak vagyunk Csabának azért, hogy ezt nekünk megteszi a mi gyermekeinkért, a mi óvinkért. A tűzvédelmi oktatást pedig nem lehet elég korán kezdeni, vallja Hatos Csaba. De mégis hogyan lehet úgy előadást tartani a tűzoltók munkájáról és a tűz veszélyeiről, hogy egy ovis is megértse? Erre volt kíváncsi híradónk. Hál' Istennek szerencsés helyzetben vagyok, van egy 6 éves kisfiunk, ő teljes mértékben átjárta már a tűzoltóság, illetve a tűzoltósággal kapcsolatos dolgok, otthon is sokat játszunk tűzoltósdit, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a szakmát megismertetnénk, illetve a tűzzel és a tűzzel kapcsolatos veszélyekkel felhívnánk a figyelmet az óvisokra, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen propaganda keretén belül elindítom itt a Péterfi iskolában, és a vezetőség is hál' Istennek partner volt, hogy bemutatót tartsak, és megmutassam nekik a tűzzel kapcsolatos dolgokat, illetve a felszereléseket. És valóban nem üres kézzel érkezett a tűzoltó őrnagy, de vajon mi mindent lehetett elhozni a csoportba? Sajnos a lehetőségek azok korlátozottak, mert egy pár zsákba hoztam, mint a Mikulás az ajándékokat. Egy jó pár felszerelést elhoztam, a nagy részt a bevetési felszereléseket hoztam, kabát, sisak, csizma, mászövet, csizmát, sugárcsövet, sugárcsőkötelet. Lényegében apróságokat hoztam, de mind olyan dolgot, olyat próbáltam hozni nekik, ami úgymond tudja, hogy az a tűzoltóságra utal, illetve a tűzoltóságnak a felszerelése lehet. A nap legizgalmasabb része pedig az volt, amikor a gyerekek birtokba vehették a tűzoltó felszereléseket. Csaba ezúttal 5 csoportot látogat meg, és véleménye szerint akár a kezdeményezése országos szinten is megállná helyét. Ez a 3. alkalom, hogy itt az óvodába tartok bemutatót mindegyik csoportba, 5 csoporton keresztül. Én úgy gondolom, hogy országos szintre nem lenne rossz ötlet kiterjeszteni, mert a gyerekek játékosan meg tudják tanulni azokat a dolgokat, illetve veszélyeket, már korán fel lehet rájuk hívni a figyelmet, és hogyha már egy tragédiát meg tudunk előzni, akkor már azt mondom, hogy már megérte ezt a propagandát. Csak ebbe az óvodába tartok, a Péterfi óvodába bemutatót. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy ha máshova hívnák, nem menne el. A katasztrófa védelem egyébként nyílt napjaik alkalmával és nyári táboraikban is népszerűsíti a szakmát, melyre minden évben hatalmas az érdeklődés.